fehérkezes lábasban helyszínelő rendőrök egy húszszállító autó körül. A felvételeket egy autós vette fel 2015. augusztusában az ausztriai Pándorfban. A Magyarországról indult teherautóban 71 migráns, köztük sok gyerek holttestét találták meg a rendőrök. Az ügy a teljes világsajtót körbejárta. Ezeket a felvételeket már Tolna megyei rendőrök készítették tavaly októberben az M6-os autópályán Bátaszéknél. Egy szerb férfira és a furgonjában elbújt 37 migránsra bukkantak a rendőrök a kocsi igazoltatásakor. A jármű alkalmatlan volt emberek szállítására, ha nem állítják meg, könnyen előfordulhatott volna ugyanolyan tragédia, mint a pándorfi halálkamion esetében. A gépjárműnek a csomagtere nem volt szellőztethető, nem volt rajta semmilyen ablak, sőt a vádlott kívülről be is zárta egyébként az ajtót, így annyira összezsúfolva helyezkedtek el benne a migránsok, hogy egy személyre körülbelül 0,2 négyzetméternyi hely jutott. A szerb embercsempész ellen a bíró tavaly novemberben a lehető legsúlyosabb ítéletet szabta ki. Bűnös, kriviszter, bűnszervezetben, organizáció, kriviszter organizáció, csempészet személy sajnálgatásával elkövetett embercsempész és büntették. A bírói döntés akkor nem lett jogerős, mert az ügyész súlyosbításért, az embercsempész pedig a vád elejtéséért fellebbezett. Az ügynek végül most került pont a végére. Helybe hagyta a szekszárdi törvényszék a szekszárdi járásbíróság embercsempészet ügyében hozott ítéletét, mellyel a vádlottat 6 év fegyházra ítélte és 8 évre kitiltotta Magyarország területéről. Az ítélet meghozatalakor súlyosbító körülmény volt, hogy az embertelen körülmények miatt a migránsok közül többen rosszul lettek az alig 40 percig tartó út alatt.